Rövid bemutatót tartottak a Pécsi Mentőkutyás Egyesület tagjai a Baranyai megyeszékhely egyik legnagyobb foglalkoztatójának gyártelepén. Ugyanis a cég és a civil szervezet mostantól együttműködik. Cégünk kiemelt fontossággal tekint a társadalmi felelősségvállalásra, támogatjuk az önkéntes szervezeteket, főként az önkéntes munkát vállalókat. Éppen ezért egy 5 évre szóló együttműködési megállapodást kötöttünk a Pécsi Mentőkutyás Egyesülettel, hogy hozzájáruljunk munkájuk sikeréhez. Célunk egy jobb holnap felépítése azok számára, akik a legjobban rászorulnak a segítségre. A gyár és a Mentőkutyás Egyesület együttműködését nagymértékben segítette a térség országgyűlési képviselője is. Hoppá Péter elmondta, hogy azokban a helyzetekben, ahol az emberek már nem tudnak mit tenni, megérkeznek a pécsi mentőkutyák, akiknek már sok élet megmentését köszönhetjük. Az ő programjuk és a Mentőkutyás Egyesületnek a vállalása az találkozik egymással, és így létrejöhetett ez a támogatási szerződés. 5 éven keresztül évi 1 millió forintot juttatni működésre egy ilyen társadalmi civil szerepvállalásnak, azt hiszem, hogy egy boldogabb jövőt és valóban egy egészségesebb magyar társadalmat segít. A Pécsi Mentőkutyás Egyesület egyébként csak a 2020-as évben 17 esetben vett részt eltűnt személyek felkutatásában a katasztrófa védelem felkérésére. Jelenleg 8 kutyával dolgoznak, melyek nemzetközi mentőkutyavizsgával rendelkeznek. Mivel önkéntesekből áll a szervezet, eddig adományokból és önerőből finanszírozták működésüket. Egy ilyen együttműködési megállapodás, ami most a Pécsi Dohánygyárban létrejött, az nem csak egy rövid távú, de egy hosszú távú stratégiai gondolkodást is megenged már az Egyesületünknek, és a több éve tervezett, már a kezdetekkor is 20 éves pécsi helyen vásárolt csapatszállító járműünket végre le tudjuk cserélni. A 2026-ig tartó megállapodás eredményeképp biztosítható, hogy a segítség gyorsan megérkezzen a bajba jutottakhoz, legyen szó romkutatásról vagy eltűnt személyek felkutatásáról.